Szennyi. Néztünk téged már, régóta lestünk ám, te vagy a kedvenc lovunk rég. Ez furcsán hangzik. Bálványunk vagy nem más, mint múzsa úgy hadsz ránk, szívünknek csöcske te lettél. Látom én persze, úgy hívnak csőrac, és a user nevem kényelmes, de srác 222, mert aznap keltem ki. Ez sok pinyveré, vadgalamb és tyúkta úr, meg reklámtárban menő. Jó biznisz, dől a lé! Győztes ló vagy, milyen kár, hogy lovas meg nem. Tényleg, hol van? Bármi volt is fádlat rám, érte? Hogy most lesz a nyájkon? Milyen nyájkon? Régóta nézzük már, és ez a műsorban bajó. Na hát, ez kicsit megterhelő, nem igaz? Vagyis ki hitte volna, hogy egész idő alatt hírességek voltunk? Tisztázzuk. Nem mindannyian vagytok azok. Miről beszélsz? Arról, hogy talán van köztetek, aki nem annyira népszerű. Ezt én nem igazán értem, csőrarc. Most mondtad, hogy mi vagyunk a legnépszerűbb. Ez a jó, ha nem kóka, tény és haló. És a csetvelyek csetcsupra baró. Divat és bár, lörpik, lennél barna, foci, bajti. És persze még a lusta dágonyák, mert a nagy sztár kényelmes dág. Kényelmes tág! Kényelmes, kényelmes, kényelmes tág! Kényelmes tág! Kényelmes tág! Kényelmes, kényelmes, kényelmes! Oké. Szerintem értjük! Bírod kényelmes tágot, csőrarc! De hogy hívják a Vamamink fanklubot? Melyik? Hol vannak a Vamavink fanok? Csőrarc? Válaszolj, csőrarc! Csőrarc! Miért nem feled, csőrarc? Ez nagyon fáj! Ja, igen! Ezt szokta csinálni! Nem gyakran van, de ebben egyet értünk!